Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy nagyon fontos dátummal kezdem ezt a beszélgetést, 1983, bemutatják az István a királyt, Pelsőci, Berek Kati, Viki Dágyul, a Deák Bill, Nagy Feró, megjelenik Szomjas György, Könnyű testi sértés című remek filmje, Johnny Cash a Budapest sportcsarnokban, aztán I.S. Gyula, Mezei Mária és Tennessee Williams sajnos már nincs köztünk, és amiért ma jöttünk, és amiért ma vendégül láthatom Krisztik Csabát, az egyik oldalról, hogy 1983-ban születtél te is, méghozzá Margitán, Bihar megyében, Erdély gyönyörűséges szép tájain. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket is. És természetesen a Junior Prima díjast, illetve a Kaszás Attila díjas színművészt, aki 2013 óta, hála Istennek teszem hozzá, Székesfehérváron játszik itt velünk. Nos, hát azt hiszem, hogy gyermekfővel dől el minden, illetve fiatal felnőttként. Amikor a Szentesi a középiskolában a drámairodalom szakot választottad, az már valamiféle eleve elrendelés. Mindenképpen tudatos volt a döntésem. Otthon Margitán, az általános iskola után közvetlenül nem volt tervben, hogy én eljövök otthonról. Én szerettem volna Margitán maradni, és a legjobb gimnázium, illetve a legjobb tantárgy az otthoni, akkori gimnáziumban, akkor még nem volt külön magyar gimnázium, azóta van. A matek-fizika osztály volt az, amit a legkiválóbbnak mondtak, ezért én oda felvételiztem, föl is vettek érthetetlenül, de én ott lehúztam még másfél évet, folyamatos bukásra álltam mindenből, mind a matekból, mind a fizikából, kémiából. Szerettem azt az osztályt egyébként, csak hát nem ez volt az én utam. Ekkor ez egyértelmű volt már akkorra, hiszen azért a gyerekkori exhibíció az már megjelent egészen általános iskolás koromban, és aztán utána, amikor eljött a valódi döntés ideje, ez ekkor történt meg, hogy mondtam a szüleimnek, hogy én ezt nem csinálom tovább. Tehát annak semmi értelme, hogy én bejárjak az órákra, illetve lógjak az órákról, mert gyakorlatilag ezt csináltam. És így kerültem Szentesre, mert specifikusan szerettem volna tanulni tovább, és mindenképpen az én fejemben akkor már eldőlt, hogy én színész szeretnék lenni. Persze akkor én még ennek nem láttam a szakmai részét, ez csak egy gyermeki tűz volt bennem, de ez a tűz, ez elég kitartó volt. És ki volt az, aki bátorított? Volt-e mentorod? Hiszen független attól, hogy közel volt Szentes is a szülőhelyedhez, az otthonodhoz, azért mégiscsak egy szál magadban kellett, hogy eljöjj. Hát igen, Szentesen nem volt mentorom, illetve hát az osztályfőnökön volt a mentorom, Majtényi András, és volt egy, hát hétvégenként nem mindig lehetett a kollégiumba lakni, és volt egy katolikus pap, akinél meg tudtam magam húzni akkor egy-két évig, szegény azóta meghalt, de nagyon, az egy nagyon jó viszony volt, én ott gyakorlatilag bekérezkedtem hozzá, és ott laktam a parókián, és én ott mindenféle segédleteket csináltam hétvégente. Jártam templomba is, és ott is segítettem mindenben, amiben csak tudtam. Hitet kaptál? És akkor, hát nem kaptam, igazából volt már nekem akkor is, csak ezt így akkor folytattam tovább, akkor újra közelebb kerültem magához a valláshoz, így rajta keresztül. Meg hát igazából az egy nagyon jó érzés volt, hogy ott lehetek, egy hatalmas parókia volt, és sokszor egyedül voltam az egész helyen, és én gondoztam ott egy csomó mindent. Egyenes utad vezetett a főiskolára, gondolom én. Igen, elsőre. Igen, elsőre vettek föl.
És ráadásul egy rendkívül érdekes osztály, hiszen most itt megnéztem a névsort, Andrássy Máté nevét fedeztem fel, Nagy Péter nevét fedeztem fel. Igen. És akikkel később a Forte-ben is találkoztam. Kádos Jócót is oda igen. Is sorolhatod. Hát ez egy remek osztály volt, ráadásul Lukács Andor és Jordán Tamás, azt hiszem, hogy az jó alapnak mindenképpen. Igen. Hát érdekes osztályunk volt, az biztos. 22-en voltunk, ami egy óriási létszámot jelent. Most volt nemrég a 10 éves osztálytalálkozónk, hát amikor így bementünk az osztályterembe, én nem hittem el, hogy abban a kicsi osztályteremben annyian elfértünk. Ráadásul akkor még úgy volt a főiskolán, akkor kis színpadok voltak az osztálytermekben, tehát az a tér, amit mi most tapasztaltunk, annak csak a fele volt a miénk, a másik felét azt a színpadon töltöttük. Egészen döbbenetes volt, de egy óra után mindenkinek elfogyott a levegője, és így könyörögtünk egy kis szünetér, és majd folytatjuk tovább a beszélgetésünket, úgyhogy hihetetlen volt, hogy mi ott eltöltöttünk 4 évet, 22-en, abban a pici osztályteremben, de így történt. Megtörtént, és különleges volt az osztályközösségünk, és ezt egyértelműen az osztályfőnökeinknek köszönhetjük, elsősorban a Lukács Andornak, mert ő aztán tényleg mindent feláldozott azért. Hát maximalista volt, azt tudjuk egyértelműen. Felettünk. Mi mindent lehetett megtanulni tőle? Én akivel mindez idáig beszéltem, mindenki szuperlatívuszokban beszél róla, abban az értelemben emberként, nagyon sokat követelő pedagógusként, tanárként. Igen, sokat követelő volt, de hogy is mondjam, nem olyan típusú ember volt, akitől rettegett a másik, hanem inkább maximum megfelelni akart neki. Talán ennyi volt az ő tekintélye. Tekintélye önmagába véve a színészete meg a személyisége, hogy közel 70 éves, és még mindig olyan, mint hogyha egy gyerek lenne, és gyerekként mozog és olyan energiákat mozgósít, mint hogyha mit se változott volna. Emlékszem, volt egy olyan próbánk, amikor a Mátét így, nem, azt hiszem valamelyikünket instruálta arra, már nem emlékszem pontosan, hogy ki, de az volt a lényeg, hogy így fölment, és megfogta az Andrássy Mátét, aki hát ugye majdnem 2 méter magas, megfogta, fölemelte és kihajította a színpadról. És ez olyan magától értetődő természetességet csinálta, hogy így egészen döbbenetes volt. Tehát ezt feltétlenül a szakmához fűződő lelkesedése és konoksága és ennek az átadása, ez mindenképpen jellemző volt rá, és végtelenül türelmes volt mindannyiunkkal. Tehát soha nem volt olyan, hogy én azt éreztem, hogy nem kérdezhetek meg valamit, mert biztos, hogy hülyének fognak nézni, vagy ilyesmi. Innét folytatjuk. Most fel kell, hogy olvassak egy véleményt rólad. Névtelenül. Risztik Csaba generációjának egyik legkülönlegesebb színésze. Az évek során tökéletesre csiszolt orgánumát és fizikai kondícióját bármilyen helyzetben és karakterben kiválóan tudja kamatoztatni. Munkáiban tudatosan építi szerepeit, és kellő érzékenységgel, alázattal viszonyul színpadi partnereihez a sikeres munka érdekében. Elmélyül szerepei megformálásában, és minden idegszálával közvetíti a színház lényegét, jelenléte odaszögez és elvarázsol, igazi formátum. Igen, ilyen szépen nem tudtam volna megfogalmazni, de hogy jelenléte odaszögez és elvarázsol, azt tanúsíthatom, mondja egy ismeretlen, természetesen ezt az egyik honlapról vettem le. Nem tudjuk, hogy ki írta. Most tehát a személyes tapasztalatom helyek köze ugyanez. Azért helyek köze, azért nem erősítem meg, mert hogy olyan mélységében értelemszerűen nem ismerhetlek, mint ő. Hiszen ez az ember, azt mondom, hogy Töviről hegyire ismeri ezt a Risztik Csabát, akit ő lát a színpadon. De valóban ilyen vagy? Tehát azt mondjuk, hogy orgánuma és fizikai kondíciója. Kezdjük ezzel. Azt tudjuk és látjuk, hogy tökéletes fizikai állapotban vagy. Ehhez viszont szellemi, lelki gondoskodás is szükséges. Igen, hát a fizikait azt egy fokkal könnyebb ápolni. Mindenképpen odafigyelés kell hozzá, és kitartás.
ez hál' Istennek megvan bennem, hiszen azért érzem az adottságaimat, és az adottságaimat igyekszem kihasználni, amennyire ez tőlem törik, és amennyire ez megengedi. Tehát az orgánumot tekintve, hát az tulajdonképpen az egy adottság, az pedig hosszú évek munkája, hogy hogyan fedezi föl a kifejező eszközeit az ember. A magyar nyelvet meg kell ismerni mindenképpen, hogy figyelni kell azt, hogy mi mit jelent, és hogy attól függően, hogy hova teszem a hangsúlyt, attól függően, hogyan változik egy mondat értelme, és ezeknek a mindenfajta nyelvi hangi szélsőségeit igyekszem általában a próbákon végig zongorázni, és amelyiket a legigazabbnak tartom a próbák során, az marad végül a nézők előtt. Nos, ez a mellékszál, de csak helyek közel, mert hogy Debrecen, de alig 10 esztendeje, hogy Debrecenben a Csokonai Színházba szerződtél, ez természetes választás volt? Gondolok itt elsősorban az otthon közelségére. Nem, mert elsősorban az otthon közelsége vonzott. Akkor a Csányi János és Vidnyánszky Attila hívott minket, mégpedig az osztályunk 8 tagját, és én annyira szerettem volna közösen dolgozni tovább az osztálytársaimmal, mert azt éreztem, hogy még nem vagyok kellőképpen felnőtt ahhoz, hogy egyedül nekivágjak a nagy színházi életnek, és sokkal biztonságosabban éreztem magam, úgyhogy azt a közös munkát, amit elkezdtünk még 2002-ben, azt tudtuk folytatni tovább. És ez a biztonság olyannyira megszilárdult, hogy aztán néhányukkal a Forte társulatba is mentem tovább. Tehát megerősítést jelentett Vidnyánszky jelenléte egyik oldalról, és a társaidé, igen, gondolom én. És hát az nyilván nagyon-nagyon fontos. Ugye Vidnyánszky, az első szereped egy Vidnyánszky rendezés volt a Csokonaiban. Igen. Azt hiszem, a Liberty 56 volt a legeslegelső darab, amiben benne voltunk, ha jól emlékszem. Ez összesen ugye 3 esztendőn át tartott, és jött, igen, a Forte. Igen. Igaz, hogy most már ugye ez bizalmi kérdés egy új társulatban vezető szerepet játszani értelemszerűen, mert nagyon kell bízni abban, aki ezt kitalálta. Művészi szempontból, emberi szempontból egyaránt. Mi hozta a Forte társulatot? Forte társulatot a részemről az a vágy hozta, hogy mindenképpen szerettem volna tanulni tovább. És a Forte társulatnak a híre, illetve amit ajánlott a Csaba, amit tudott ajánlani, az mindenképpen az volt, hogy olyan mestereket fog hívni hozzánk, akik nagyon sok mindent meg fognak tanítani nekünk a testről, testtudatról, színpadi jelenlétről, egymással való létezésről, elsősorban a test és a tánc alapjainak különböző aspektusaiból megközelítve a szakmát, és ez számomra annyira vonzó volt, hogy ezért képes voltam mindent feladni. Azért, hogy azt tudjam, és azt érezzem, hogy mindenképpen tehát ez megint csak bizalmi kérdés, hiszen bíznotok kellett annyira Horváth Csabában, hát hogy ezt végig kell csinálni. Hát jó, nem volt nehéz benne bízni, mert tulajdonképpen szóval meg kellett nézni színpadon. Szóval, hogy ő, ahogy ő táncolt, hát én még életemben nem láttam úgy férfi táncolni színpadon. Ez egészen lenyűgöző, megkapó is, magával ragadó is, oda vonza a szemet állandóan. És ezt főiskolásként rendszeresen jártunk az ő előadásaira, még a Kelet-Európa Táncszínházban. És hát egészen gigantikus távolságnak tűnt az ő jelenléte akkor. De aztán ő elkezdett vonzódni jobban a próza felé, illetve a színház prózában kifejező eszköztára felé is, nem kizárólag csak mozgással foglalkozik egy idő után, és amikor velünk találkozott, akkor pont egy ilyen típusú kísérletet végzett, és ő is annyira élvezte ezt, és
és mi is, illetve hát én is annyira élveztem ennek a kísérletező kedvét, és az ötleteknek a sokaságát, és a múlni nem akaró játékkedvet. Ez az a tavasz ébredése volt az, amit közösen csináltunk. Ha jól emlékszem, az körülbelül egy olyan 25-30 oldalas szövegkönyv volt, amiből aztán egy 3 óra 10 perces előadás sikeredett. Tehát olyan dús volt a találkozásnak az öröme, hogy ilyen hosszú előadás lett belőle. Feszítettétek a kereteket, a Mozgásszínház kereteit? Hát én akkor még ugye nem tudtam, hogy mit feszegetek, én magamat feszegettem. Az én saját tudásom határát igyekeztem minél jobban kitolni, és akkor én csak csináltam mindent, amit kért, és azt éreztem, hogy ezzel én egyre többet tanulok és fejlődök. Igazából azt nem is tudom, hogy mennyire lehet ezt mozgásszínháznak nevezni, volt benne minden. Tehát volt benne tánc, volt benne próza, és rengeteg sok játék, igazából fiatalos játék. Tehát lubickoltál ebben? Igen, feltétlenül jól éreztem magam benne, igen. És akkor mi vitt rá arra, hogy 2 esztendő múltán csapott papotot hagyva, hát elindultál Londonba, lelked jobbik értem, felével. Hogy utána. Hát mert ez egy sikersztor. Hát az nem 2 esztendő utána történt, azért szerintem ez később, 4-5 évvel később történt. Na tényleg, ez azért fogod magad, lelked jobbik felével irány London. Igen. És semmi színészet. Így van. Hát akkor sok minden közre játszott, testi problémákkal is elkezdtem küzdködni. Voltak fájdalmaim, sajnos még korábban nem tudtunk kitérni az én lelki és szellemi hozzáállásomhoz a szakmát illetően. Hát én hajlamos vagyok túl lőni a célon, ami önmagamat illeti, és már csak akkor kapok észhez, amikor már mindenem fáj. Ez azért azóta már változott, de az is egy fázisa volt az életemnek. És akkor nagyon hosszan elkezdődtek ezek a bajok. Hát és derék problémákkal küzdködtem, de nagyon erőteljesen, tehát fájt mindenem. Ez volt mondjuk egy része az egésznek. Ezáltal volt egy kedvetlenség is bennem, mert igazából közben folyamatosan kellett csinálni az előadásokat, illetve a próbákat, ami ugyanúgy megviselte mondjuk a testemet. Igen. És kevésbé volt meg a tudásom ahhoz, hogy ebből valahogy kijöjjek. És ezáltal a kedvem is egy picit csökkent, és valahogy nem éreztem jól magam a bőrömben. Ráadásul akkor a kultúrpolitika is egy olyan fordulatot vett, amiben eléggé kiszámíthatatlannak tűnt a következő évünk. Egyáltalán a működési évünk az egy olyan kérdőjel volt, amiben így a létünk az csak egy ilyen túlélésről szólt volna, nem pedig a tovább fejlődésnek egy szakaszáról, fázisáról, és akkor én azt éreztem, hogy nem szeretnék így besavanyodni ez alatt az év alatt, hanem valami hasznosat szeretnék csinálni magam számára, és ezért így azt éreztem, hogy mi lenne, hogyha valami szünetet tartanék ebben. És akkor úgy, hogy közben mellette hasznos is legyen, amit csinálok. És elég volt ez a 2 esztendő arra, hogy beváljon, amit terveztél? Hát ez egy volt. Most egy év. Ez egy év volt. Igen, mert aztán utána nagyon vágytam vissza a színpadra, és elég nagy lendülettel is érkeztem. Tulajdonképpen ez a távolság, ez valahol jót tett mindannyiunknak. Utána készült el a Nagy Füzet című előadásunk, ami szerintem a Forte életében az egy korszakot jelent. Mind témaválasztásban, mind aztán, ahogy a Csaba megrendezte ezt a darabot, a egészen speciális, különleges látásmódja valahogy összefort ebben a darabban, és a nézőkkel való találkozás is itt bontakozott ki igazán, itt lett egy komoly nézőbázisa a Forténak,
Úgyhogy szerintem mindannyiunknak jót tett ez a kis szünet. Neked különösen, nekem, hiszen nekem meghozta feltétlenül... többek között a Junior Préma díjat. Azért ez egy rangos elismerés mindenféle értelemben, és nem csak azért, mert hogy egy komoly szakmai grémium dönt ilyen kérdésekben egyik oldalról, másik oldalról pedig mi megtapasztaltuk 2013-ban, amikor megérkeztetek ide néhányan, hogy mennyire más tud lenni a színház, mint amit mi megszoktunk, és most nevek nélkül mondom természetesen. És azt hiszem, amikor ti megérkeztetek, aztán ugye, tehát a Szikora, Bagó Berci, Hargita Iván, Horváth Csaba, és a fiatalok sorát hadd ne soroljam most fel, azt hiszem, hogy ez egy teljesen új korszak indult a te életedben. Milyen gondolatokkal fogadtad el a szerződésedet Székesfehérvárra? Hát elég imponáló volt azért minden. Én eddig tulajdonképpen sok szempontból az új dolgokba keveredtem, és itt is új dolgok készülődtek Fehérváron, és ez számomra szimpatikus volt. Szimpatikus volt a város hozzáállása, szimpatikus volt szimpatikusak voltak az emberek, akiket egybe gyűjtöttek. Olyan emberekkel, színészekkel és szakmaisággal találkozhattam itt Fehérváron, amit korábban sehol egyik színházban sem. És ez mai napig is így van, és ezt így is gondolom. Tehát olyan alázatos, érzékeny emberek vannak itt, akikkel nagyon jó közösséget alkotni, és ez mindenképpen szimpatikus is, hát imponáló is. Igen, hát aztán az idekerülésem az meg már az én, hogy is mondjam, engem itt nem ismertek egyáltalán, de még a Bagó, Szikora és a Hargita is sem, tehát elkezdtünk dolgozni, és aztán közben alakult ki, hogy hát igazából szeretnek velem dolgozni, és szívesen bíznak rám szerepeket, kisebbeket, nagyobbakat egyaránt, és elég színeseket. Igen. És ezért én hálás is vagyok, hogy ilyen színesen tudom megmutatni. Megnéztük, remek darabokban játszottál, és azt hiszem, hogy nem is abszolút főszerep volt, de azért kiviláglott belőle, hogy aki ismert téged, az a megfelelő karaktert tudja rádosztani, mert olyan darab nem is volt talán, ahol nem mutattad volna meg azt a különlegeset, amit gondolom, hogy már a Fortéban és előtte Debrecenben is észrevettek a rendezők. És ez azért a nézőnek is szemet szúr, maradjunk ennyiben. Hát ennek örülök, bízom benne, hogy azért a nézők tetszését is kiváltam. És még visszatérve, mert hogy azt majd látni fogjuk, a Carmenben figyeltem én meg, hogy ez valami fantasztikus fizikai felkészültséget igényel az a fajta színház, és nem azért, mert az első sorban ültem. Beszélgettünk jó néhány színházba járó emberrel, hogy ezt nem is tudják, hogy hogyan lehet végigcsinálni. Egy Carment, most csak maradjunk a Carmennél, de ahhoz ér. Sokáig én se tudtam, hogy hogy fogom végigcsinálni. Nagyon rövid volt a próba folyamat, és még a fő próba héten már az is felmerült, hogy eltoljuk a bemutatót miattam, mert nem sikerült kellőképpen még az egyik fő próbán, nem sikerült végigmondanom az egész darabot. De én mondjuk ezért nem aggódtam annyira, csak a vezetőség jobban aggódott, mert még nem ismertek engem a tűrőképességemről és a fejlődőképességemről. Tehát, hogy a két nappal a bemutató előtt még azért eléggé instabilan állt a lábán az, amit én csináltam, de aztán egy nappal a bemutató előtt már nem állt olyan instabilan, akkor egy rossz napom volt, és volt egy, meg hát nehéz összerakni, főleg hogyha ilyen rövid idő van egy darabra, akkor ezeket az egybefogó, amikor a teljes egészét próbálja az ember összerakni és teljes egészét tenni a saját fejében, ahhoz azért kell egy kis idő. És én sokszor úgy próbálok, hogy van egy olyan szakasza az én próba folyamatomnak, amikor még mindenbe sokkal több energiát fektetek, mint amennyi aztán a végén szükségeltetik, és ezeknek a hangolása még akkor nem történt meg. És a végére annyira elfáradtam, hogy nem maradt
nem maradt agyam, hogy egyáltalán elmondjam a szöveget. De aztán ez a premier, én tudtam, hogy ez meg lesz, és aztán szerintem ez meg is lett. És onnantól kezdve az arányokat állítja be az ember, hogy végig lehessen csinálni fizikailag és szellemileg az egészet. Nos, tehát kasszás Attila díj. Nehéz szívvel beszélünk Kasszás Attiláról. Személyes barátság, ha nem is barátság, de közeli jó ismeretség fűzött hozzá. Ezért aztán elmondhatom, hogy egy különleges személyiség volt. Egy kicsit olyan volt, mint te. Nem pontosan olyan, de nem is kell lesz, hogy olyan legyen bárki is. Mit jelent számodra ez a díj? Hát nagyon meglepődtem. Nagyon ócska kérdés, de fontos. Nagyon, nagyon összetett ennek az egész díjnak a lefolyása, és azáltal összetetten is éltem meg az egészet. Tehát a saját társulatom elismerése az mindenképpen egy végtelenül jó leső érzés. Aztán olyan típusú kollégáknak az elismerése, akiket a többi társulat megszavazott, és azoknak a bizalma felém, az szintén egy egészen meglepő és mámorító érzés volt, hogy egyáltalán ismernek, vagy hogy tudják, hogy ki vagyok, mert úgy tűnik mégiscsak, hogyha szavaztak rám. És aztán az, hogy a nézőközönség ilyen szinten kifejezte a háláját, az meg már csak egy ilyen habatortán, hogy ez így most így tényleg velem történt. Csak a köszönetemet tudom kifejezni mindenkinek, aki valóban komolyan gondolja a velem kapcsolatos gondolatait. Ilyen típusú gondolatait igyekszek ennek a jövőben is megfelelni. És pedig milyen szerepben? Hát most kezdtük el próbálni, egy másfél hete a Jó embert keresünk című Brecht darabot, amit a Bagó Bertalan rendez, és november 25-én lesz a bemutatója a színházban. Aztán utána én a Forte társulattal fogok egy az Olasz férfi című Tomás Bernard darabot próbálni Budapesten, aminek a Trafóban lesz a bemutatója február végén. Majd aztán a Szikora Jánossal fogok egy különleges japán kortárs drámát, illetve regényt, amiből van egy drámai átirat, színpadi átirat, a Kafka a tengerparton című mesét fogjuk közösen csinálni, majd kíváncsi vagyok, még nagyon szerteágazó, úgyhogy még nem tudom, hogy abból mi lesz, hogy lesz, de annak lesz tavasszal a bemutatója, ha jól tudom, még nincs pontos dátum kitűzve, és aztán pedig nyáron a Margit-szigeti szabadtérin láthatnak majd a nézők, egy betyár operát fogunk csinálni a Horváth Csabával, aminek valószínűleg én is leszek, amikor a H. János fogja írni a szövegét. Az nagyon különleges lesz, már most így messziről érzem a különlegességét, és ezt kifejezetten várom, alig várom, hogy énekeljek. Erdős Ferike fattárja után kíváncsiak várjuk. Igen, igen. Csak hát ez egy zenés darab lesz. Csak ez egy zenés darab lesz. És kíváncsi vagyok, mert nagyon rég voltam már olyan igazi elejétől végéig zenés darabban, és már régóta vágyom rá. Jó, nos, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy egy színművésznek mit illik, mit kell kívánni, de nem kívánok semmit. Jó, hogy vagy nekünk, és legyél is. Maradj. Örülünk, hogy itt vagy, és még egyszer minden Székesfehérvári Színház szerető ember nevében. Nagyon sokan vannak ám. Gratulálok a Kasszás Attila díjhoz. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Krisztik Csaba, junior prémadíjas és Kasszás Attila díjas színművész volt, a Vörösmarty Színház tagja. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!